Én 1980-tól veszek részt a helyi községi politika irányításában, 1982. novembere óta pedig tanácselnökként, még Izmény Györe tanácselnökeként tevékenykedtem 1989-ig, majd az utolsó tanácselnöke voltam a településnek, és hát az első polgármestere, úgyhogy durván egy negyed századot tevékenykedek a településen. Ez mindig úgy megdöbbent, amikor valaki ilyen hosszú ideig igazgat egy települést. Mi az, ami motiváló erő lehet? Vagy egyáltalán más kérdezheti úgy is, hogy hát mi a titka önnek, amitől még mindig élvezi a község lakóinak bizalmát? Hát erre így egyértelműen válaszolni talán nem is tudnék. Én egyet mondhatok önnek, hogy én sem gondoltam azt, hogy én ennyi időt eltöltök a politikai porondon és a község élén. Egy, ami vezérelt mindig, én egy parasz gyerek vagyok, maradtam is, és szeretem a falumat. Ott is született? Ott is, valóban ott is születtem, tehát úgy értve, hogy Györében is születtem, nem Bonyhádon vagy más helyen. Törzsgyökeres Györei vagyok. Az egész családom mindkét ágon, és elindulunk onnan, hogy mi megjártuk azért a hadakutyát is abban az időben, hisz nagyapáim a két világháborúban részt vettek, ott is maradt az egyik édesanyám részéről, édesapám részéről pedig mind a két világháborút megjárta a nagypapám. Aztán kulákosították a családot az 50-es években, 60-as években nem álltak be a TSZ be a szüleim, akkor azért volt megkurcoltatás, és én megtanultam megbecsülni azt, ami van, a kétkezi munkát és azokat az embereket, ami ezt végzik. És mindig ilyen fejjel, 25 év után is úgy gondolkodom, hogy hogy lehetne a község az ittől emberek javát szolgálni. Én nekem nagyon jól esett az, amikor így tanácselnöki koromban már eltett, vagy két-három év, és a harmadik szomszéd néni egyszer jön, és azt mondja, ja, Józsikám, nem is tudom most, hogy hogy is szólítsalak, de hát kellene egy kicsit segíteni, és hát mondom, mit, hát a disznókat felrakni, ugye szállításra, és akkor na mondja meg hány órakor valójában, és ott leszek. Jaj, te nem változtál, fiam. Na most ezek azok a kis szlogenek és attüdők, ami miatt én úgy érzem, hogy maradhatott az ember. Tehát ebben a kavalkát helyzetben igyekeztem megmaradni embernek az emberek között, ami nem kis feladat volt és nem könnyű dolog volt. Tehát magyarán mondva, semmitől sem idegenkedik a mai napig mindent, bárkinek ugyanúgy elvégez, mint jó néhány évvel ezelőtt. Hadd kérdezzem közben, hogy azért soha nem volt kitekintés Györéből, tehát még fiatalkorban tanulmányok útján nem érezte soha azt, hogy esetleg másútt jobbak a lehetőségek, másútt talán jobban megtalálhatja a számításait, bár már most mondom, hogy ez az utóbbi nem igaz, hiszen én úgy érzem, hogy ő nagyon jól Megtalálta a számítását? Igen, nekem a 80-as évek elejétől kezdve, vagy a 70-es évek végétől voltak állásajánlataim, szexárdon is, 90-en Budapesten is. De én úgy döntöttem, hogy én megpróbálok itt a vidéken ténykedni, benne maradni a vezetésben, hisz belülről azért jobban lehet irányítani, és úgy éreztem, hogy a teljes infrastruktúrát nélkül, nélkülöző településen, itt a helyem, azért, hogy a vidéki állampolgárok, az itt élők, a györeiek és a hozzá hasonló nagyságú települések emberei állampolgárai végre egyszer ne másodrangú állampolgárai legyenek-e hazának, hanem az országos átlagéhoz közelítő életszínvonalat, életlehetőséget vagy életfeltételeket próbáljunk nekik biztosítani. Ez marasztott itt, és a másik talán az, hogy soha nem tudtam levetkőzni a paraszti vénámat, az állatszeretet, a földszeretet, és anyakocákkal, tojótyúkokkal, előnevelt csirkékkel mai napig is foglalkozom. Tehát én soha nem ragaszkodtam az íróasztalomhoz. Megmondhatom itt is őszintén, hogy soha nem a hivatali fizetésemből éltem, hanem a fizikai munkám által elvégzett jövedelmekből, amelyhez természetesen a családom segítsége is kellett. Mikor érezte azt, hogy többet érez ö, egyszerű ö, szülőföld szeretetnél a település iránt? Tehát mi volt az a pont, nem tudom, ott a 70-es évek végén, 80-es évek elején, amikor már úgy a, a politikai is, vagy egyáltalán az, hogy, hogy, hogy irányítgatni, vezetni egy települést, ez a szegmens is megérintette, nem csak élni és megélni a településen? Igen, amikor oda kerülve, hát, hogy nincs egészséges ivóvíz, az utak szinte eső után járhatatlanok, még az öreg Varburgomban se tudtam elmenni, akkor én lehet egy ilyen elképzelés, tehát még akkor ilyen blőd elképzelésnek tűnt, hogy hát én ebből a faluból valamit csinálok. Hány éves volt akkor? Akkor 30 éves voltam durván. Úgyhogy. És akkor fiatalos hévvel nagyon sok összetűzésem volt a hatalommal nagyon sok probléma, nagyon sok álmatlan éjszaka volt, és volt egy dédöreg anyám, aki azt mondta akkor, hogy édes fiam, hát nem lehet mindjárt feladni, hát ha igazad van, ha jót akarsz, akkor az Isten is megsegít ezen az úton maradva. És ahogy az előbb említettem, tőle tanultam meg azt, hogy édes fiam, maradj meg embernek, és akkor nem lesz problémát. És valahogy ez vezérel a mai napig is. De egyre nehezebb. Ezt is megmondanám. A társadalmi berendezkedéstől, a társadalmi politikai kavalkától, hisz begyűrűzik fölülről is az az ellentét, a megosztottsága a lakosságnak, az embereknek, a felfogásbéli, de már nem lehet eldönteni azt, hogy melyik a jobb oldal, melyik a bal oldal, ma már én ezt úgy érzem. És ezeknek a visszatükröződése néha kilátástalan helyzetet teremt itt a végeken és a vidéken is. És ezen kellene valahogy változtatni, de ehhez a nagy politika segítsége és más irányvonal is kellene. És végre egyszer a kampány időszak után nem folyamatos kampány kellene a nagypolitikának itt folyamatosan véghez vinni, hanem az ország érdekeit képviselni. És én mindig szomorúan gondolok arra, hogy azok az emberek, akiket a mi szavazataink juttattak a Duna melletti parlamentbe, ugye, a nagy országházba, hogy azok elfelejtik, hogy honnan indultak, és kik küldték őket, és milyen céllal, Hát én ezt nem szeretném elfelejteni a községben. Polgármester úr, a községnél maradva azért elmondhatjuk, hogy nagyon-nagyon jó eredményekről számolhat be Györe, az az említett infrastruktúra szinte most már teljes egészében kiépült. Ugye, amíg más települések, kisközségek küzdenek a gyermek létszámmal és zárnak be iskolák, óvodák, addig györe tűzön-vizen át kitart az iskola az óvoda mellett, és hát tényleg a pozitív eredmények jönnek, ezt most már mondhatom én is. Ez is valamiféleképpen annak a szemléletnek köszönhető, amiről ön már beszélt, vagy, vagy ez még mindig az a 30 éves fiatalos lendület, amely azt mondta, hogy én igenis így csinálok valamit, és igenis csinálom, és még most is tulajdonképpen bizonyítés és hát teszi a dolgát. Hát talán a 30 éves lendület és a megfontolt befejezése egy életműnek, egy elképzeléssorozatnak. sorozatnak. Ha visszatérek arra, hogy 1946-ban kitelepítették a svábokat, amelyek a lakosságunk 30%-át tették ki abban az időben, és ezek evangélikus vallásúak voltak, majd a kitelepítés után hívő nélkül maradt az evangélikus templom és az enyészeti lett. És 1984-től foglalkoztatott az a gondolat, hogy valamilyen módon meg kellene menteni ezt az épületet, hisz a község történetéhez tartozik ez is. Minden próbáltunk, nem jött össze. 1987-ben Glac úr elvtárs volt akkor még a miniszter, oktatási miniszter. Barátaim révén fölkerültem hozzá, és azt mondtam, hogy szeretném megvenni az evangélikus templomot és valamilyen hasznosításra. Akkor azt mondták a minisztérium folyosóján, és ott is, hogy meghibant a Györei tanácselnő, és 1987-ben templomot akar vásárolni. Egy barátom, ismerősöm, akkor még nem is volt barátom, háromszor megkérdezte, hogy én ezt komolyan gondolom, őt címmel Lászlónak hívják, ma is a oktatási minisztériumban dolgozik, változatlanul és ő, amikor azt mondta, hogy én hiszek neked, ha ezt valóban megcsinálod. Ő volt, aki végig kitartott mellettem, és 89-ben ismét felmentünk a miniszterhez. Akkor a Glatz miniszter azt mondta, hogy igen, nem is egy ilyen blő dolog ez, elétettem már az akkori terveket, a ifjú Mózes Gyuri barátom egy györe szülötte, tervezte -e őket, és akkor azt mondta, hogy csináld meg, fiam, 4 millió forintunk van, ezt odadom, azt csinálsz fel, amit akarsz, oda költöd el, ahol akarod, és én ott megígértem, hogy én csak erre a célra fogom elkölteni. És hát valójában 91-ben megvásároltuk a templomot, András Falvi Bártalan minisztersége idején. 93. augusztus 20-án az első fát kivágtuk a templom helyén, és eredeti állapotában meghagyva felépítettük, az úgynevezett templomiskolát. Csak ezt is egy olyan érzékeltetésként kívántam mondani, hogy honnan indultunk hova, és hogy mennyi álmatlan éjszaka, és hány tízezer kilométer ment az autóba ahhoz, hogy ez elkészüljön, felépüljön, hitel nélkül a stabilitásunk megrengetése nélkül. A település mindig ön mellé Például, amikor annó abban az időben mondjuk jött ez az ötlet, akkor nem kezdték el a faluban is mondogatni az ön szavaival érve, hogy meghibbant a györei polgármester? Igen, voltak ilyenek az elején még, ugye, mert hát az előtt talán több ígéret volt, és kevesebb valóság. Én kevesebbet ígérek, és inkább egyel többet próbálok megcsinálni. Természetesen ellendrukkerei az embernek vannak is irigyei. Ez mindannyian, akik a közférában dolgozunk, ezt tapasztalhatjuk. Rengeteg alaptalan vált feljelentés sorozat, újságcikkek, tévériportok, meg minden, megtörtént velem is. De én mindig azt mondtam, hogy valójában, hát azért, mert akarok valamit csinálni, valamit teszünk, hát ezért, ha én nekem ha börtönbe vagy valahova kell menni, akkor elmegyek. Ezt szívesen föl is vállalom. A lakosság egy nagyon tisztességes, faluját szerető többségében. Ezt mondhatom, hogy 80%-ban ilyen. 10% van, ami közömbös, 10% meg teljesen mindegy, hogy mit csinál az ember annak. Akkor az sem, jel. tetszik, tehát nem is akarunk a kedvét. De ez azt, azt hiszem, csinálnia. hogy minden közösség, ez minden közösséghez, minden hozzá tartozik rájuk is. De ugyanolyan összességében szükség. én csak dicsérettel szólhatok a györei lakosságról, és ugye az előbb tetszett mondani, hogy mellém állt vagy nem. Tehát ha azt mondom, hogy 23 év után is, valójában az utolsó választás is, ha nézem, minden ellenkampányok ellenére 80%-os voksokat megkapja az ember, és ameddig a lakosság 80%-a. Ilyen mértékben mellé áll, akkor azt hiszem addig szabad maradni. A család hogyan fogadja mindezt? Hogyan fogadja az olykor nehezebb időszakokat? Mennyire álltak ön mellé a legközelebbi hozzátartozók? Igen, ez mindig egy kardinális kérdés, ugye ilyen esetben, és én azt tudom mondani, hogy a család, gondolok szüleimre, nagyszüleimre is, aztán egy darabig a felségem is mellettem álltak, segítették a munkámat. Aztán egy bizonyos idő után ezt már meg lehet unni, amikor az ember valójában a közügyet helyezte, mint én is. Talán itt hibáztam is egy kicsit, tehát jobban össze kellett volna egyeztetni a családi életet és a közösségi életet. De hát a szólította a falu akkor nekem az volt az első, és hagytam csapott papot és mentem. Ennek következtében valójában, hát így a házasságom is tönkrement, 97-ben elváltunk. Van két felnőtt korú lányom, az egyik az Pesten dolgozik, a vőm is szinte a politikai pályán, másik az Bonyhádon él. Valójában a kapcsolat így jó, normalizálódott teljes egészében megtaláltam újra a helyemet ebben a um, egy kicsit megcsonkított családban, de hál' Isten már a unokám is, és nagyon jól együttesen, együtt mozog és működik a család minden kardinális és minden kisebb kérdésben is együtt működve. De én azt javaslom minden kollégámnak, hogy ennek, akik elindulnak így fiatalon is e pályára, hogy azért próbálják a családot nem másodrangúként kezelni, mint talán én tettem. De Nagy talán... árat fizetett? Nagy árat fizettem, igen. Tehát lelkileg ez nem mindegy az embernek. Én egy konzervatívabb beállítású és felfogású egyén vagyok, én nehezen változtatok valamin is. Hát azóta is tulajdonképpen így élek, megtalálva azt az utat, ami járható. Polgármester, van-e valami ö, különleges dolog, ami még önhöz köthető, valami olyasmi, amikor úgy, úgy, úgy leteszi a közszereplést, és mondjuk valami szenvedély, aminek él, valami hobbi, lehet, hogy gyerekkora óta, nem tudom, éppen bélyeget vagy rovarokat gyűjt. Hát én nekem egy óriási hobbim van, ami aztán nem ismer határt, ez az állat, állatok szeretete. És ha most nem veszi rossz néven, meg is fogalmazom, amit évek óta megfogalmaztam. Azokban a nehéz órákban vagy percekben, amikor a meghúzoltatások sorát éltem át éveken keresztül, és akkor úgy szoktam fogalmazni, hogy az egész napi állati emberek után elmegyek haza kikapcsolódni az emberi állataim közé. Hmm. Tehát ezt azóta is valójában csinálom. Baromfiakat keltetek, nevelek. Ebbe beletartozik a kacsáktól, a pulykáktól, a csirkékig, a hatyúktól kezdve, és van egy halas tavam is most már, ezt sikerült a tulajdonos társaimmal megegyezni, tavaly évben, és hát a hivatali időn kívül nagy részt ott töltök, éjjel vagy nappal is. Kutyája is van, biztos. Kutyája is van, vagy 12 darab. Nem úgyhogy, mondja. Igen, úgyhogy nagyon szeretem kedvencem a kuvaszok. Ilyetetlen. És nagyon szeretek kiszolgálni embereket, szeretek főzni, és szeretek jó kedvre deríteni másokat. Tehát akkor nagy baráti társaság Igen, van, Isten, akkor gondolom gyakran mennek. Budapestől Fehérvárig, vagy éppen a Alföldi részig Kenderesi, és úgyhogy nem unatkozunk. De szeretettel fogadok mindenkit. Nagyon szeretek elbeszélgetni az emberekkel nagyon szeretek végigmenni az utcán és megállni mindenkivel egy-egy szóra. Hát az, az egy szóból aztán sok mondat lesz, de valójában ez a kommunikáció, ez ö, hiányozna. És az, hogy mindenki ismer, én mindenkit ismerek. Tehát mindenki nekem, Mari néni, vagy Józsi bácsi, vagy Pista bácsi, vagy te, vagy nem. Tehát és ez az, ami olyan valahogy jól esik, és elmegyek a szobodába, és akkor jönnek a kisrácok, és kezet fogunk, és üdvözöljük egymást. Tehát valahogy ez így van. Tehát nem szeretem a hivatalnokoskodást, nem szeretem azt, hogy a beosztásom mi. Nekem ez egy munkahelyem ma. Én a csoma József szeretnék megmaradni, amikor 80-ban elindultam, és ameddig még csinálom, addig is. És ha ezt meg tudom őrizni, akkor úgy érzem, hogy megfogadtam a nagymamámnak a szavait. Polgármester, egy kicsit a településnél, a munkánál maradva, még mi a helyzet most önökkel? Hogyha a közelmúltra gondolok, akkor ugyancsak jó hírekről számolhattunk be, járda, útszakasz készül éppen. Nagy összességében e, ugye beszéltünk arról, hogy nem könnyű időket élünk, tudjuk azt, hogy az önkormányzatok, főleg a kis települési önkormányzatok sem élnek könnyű időket természetesen mégis mit hozhat a jövő, hogyan tud még optimista maradni? Mert úgy látom, hogy azért ez a határozott optimizmus, ez, ez, ez megvan. Erre mondanám, hogy optimizmus nélkül nem lehet porondra lépni, sem futballpályára. Tehát győzni kell, és győzni akarunk. Na, ezt lehet, hogy ezt a tanácsot egy kicsit feljebb is mondhatná. Igen. És a kitűzött célokra gondolok elsősorban, nem Bár a személyes gondoltam. Igen, oda is ráférne éppen ez igen. a figyelmeztetés részükre. Mateusznak egy levél györéből. Így van. Tehát a lelkiekben ezt saját magammal meg kell egyezni, el kell dönteni, hogy mit akarok. De akkor ehhez kell hit és ha van hiten végigcsinálni, akkor az eredmény sem maradhat el. Én ezt mondom mindenkinek és minden állampolgáromnak is. Sokszor, ahogy mondtam, lőtt hülyének vagy egyébnek is néztek bennünket, de az eredmények és a kitartás az a közösség javát szolgálta folyamatosan. A településen nagy gondunk, mert ahogy fogalmazni szoktam, ahhoz túl nagyok vagyunk, hogy semmilyen intézményt nem működtessünk, ahhoz viszont túl kicsik, hogy minden működjön. Működik az óvoda, működik a konyhánk, nyolc osztályos iskola, napközivel, az egészségügyi körzetünk szintén önkormányzati fenntartású, tehát nem privatizált. Tehát minden valójában önkormányzati kézben van. Működik, nem visszafejlődve. Valójában ez egy közös összefogás, egy csapatmunka eredménye. De mindig azt mondtam, hogy kell egy mozgató rúgó, ahhoz is kell valaki, aki ezen dolgok élére álljon. Hát én úgy érzem, hogy addig itt maradok, még amíg úgy érzem, hogy ezt az eredményt és a célkütőzéseket meg tudjuk oldani, és végre tudjuk hajtani. Mi van, megtartani az intézményeinket először is, mert én azt mondom, most az infrastruktúra megvan, szinte 100%-ban a településen. Mert egy település hogy érhet meg? Ha megvan az infrastruktúrája, megvannak az intézményei, és van munkahelye. Infrastruktúránk, megvan intézményeinkért harcolunk a megtartásáért, így az, ahogy ott volt, ez láthatta, és a minisztérium, az egyház összefogásával is valójában. Próbálunk hitet adni az ottaniakba, meg magunknak is, meg erősíteni az elképzeléseinket, hogy azért, amíg minőségi oktatásunk van, amíg a gyerekeink továbbra jól megállják a addig meg kell tartani és fenn kell tartani az intézményt. Megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy munkahelyeket teremtsünk. Cipóüzemünk, varrodánk, szövőüzemünk, rehabos üzemünk, szörpüzem működik ezen a kis településen. Nagyon rossz helyzetben voltunk a bányák és a bányákat kiszolgál üzemek összeomlása révén, hisz minden második emberünk oda jár dolgozni a értelmében, utána aztán valójában egyik napról a másikra megszűntek a munkelyek. Nem kívántunk a siránkozók táborába beállni és várni a mannát, hanem megteremtettük azon fel lehetőségeket, hogy munkáját teremtsünk, és szinte egyik napról a másikra 50 embernek tudtunk a cipőszembe és szalamander céggel karöltve munkát adni. Most tudjuk a könnyűipar válságát, de most érzem azt, hogy tavasszal és már folyamatosan ismét elindul egy olyan folyamat, amelybe fel tudjuk futtatni, remélem minden téren a cipőszemünket ismételten. Tehát ez egy nagy feladatunk. Feladatomnak tartom még tovább, hogy a belvíz elvezetést, a faluszépítést, esztétikus átételét, ezt a ciklus végére megoldjuk a lehetőségekhez képest a faluban. Nagyon rossz, és nem tudom milyen paraméter és milyen büntető besorolások vannak, hogy egy györe izmény. Eszem a végeken vagyunk szinte zsáktelepülés, és nem vagyunk besorolva a hátrányos helyzetű települések közé. Ez azt jelenti, hogy alanyi jogon nagyon sok pályázatból, nagyon sok támogatási formából alanyi jogon ki vagyunk ütve. Azért, mert tulajdonképpen jobbak a paramétereink, mert van munkáink, intézményünk, nem hitelből, nem önhikisek vagyunk. Én azt mondtam én, én szégyelném magam, mi nagyvárosok is, hogy önhibáján kívül településként szerepeljek, mert akkor bárki ott állhat. Akkor teljesen mindegy ki a polgármester vagy a vezető. Tehát ez is egy valójában az embernek legyen egy olyan elvárása saját magával szembe, és ha odállították, akkor ne csődbe vigye, vagy deficitet termeljen a település, hanem próbálja megoldani ezeket a feladatokat. Tehát ezek, ha így nézem, egy csokorba kötve, ezek azok, amik még ma is éltetnek bennünket, és most a településen valójában az esztétikussá tételét, a szépítését próbáljuk megoldani az elkövetkezendő években. Ehhez nekünk a terveink készek, teljes egészében az anyagi lehetőségeinket behatálják az előbb említett dolgok, de összességében én úgy érzem, hogy meg de tudjuk teremteni, mert dolgozni kívánunk, akarunk és fogunk is a falunk javára. És, és nagyon jól esik, amikor úgy bejönnek, most is Belgiumból voltak, ott Ausztriából, Olaszországból, és akkor bejönnek és akkor megkérdezték, ugye, tolmácsát az olaszok is, hogy ez most egy üdülő falu. Hát nem üdülő falu. De... Legyen így, polgármester úr. Tényleg nem akarom félbeszakítani, de sajnos a műsoridőnk lejárt. Még egy nagyon-nagyon rövid választ kérek, hogy érzi, meddig tudja, meddig képes csinálni. Én úgy érzem ezeket a célokat, ha befejezzük, akkor én is befejezem ezt a tevékenységemet. Tehát a ciklus végéig mindenképpen. 2006-ig. Utána? Utána, ha sikerül megoldani, egy olyan irányvonalú polgármester odállítását, aki van jelölt, aki el is vállalja azt, akkor nagyon szívesen átadom neki ezt, és segítek a háttérből, de akkor már nem kívánok részt venni ebben a munkában. Beszélünk még ezekről a dolgokról, én biztos vagyok mert a polgármester úr, sok-sok kitartást, mégis természetesen jó munkát, jó egészséget kívánok önöknek. A nézőknek a figyelmet köszönöm, meg várom önöket legközelebb is viszontlátásra.